Álmaimban őz voltál ki tiszta forrás vizében, enyhítette szomját. Megmártózott tiszta forrás vizében, törőközött bennem. Ó, ha tudnád, hogy megtisztultál lelkem forrás vizében. Ó, ha tudnád, hogy megszáradtál vágyam forró tüzében. Ó, 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 ha tudnád. Zenés irodalmi performance-nak ad otthont a Csipkés Dülői Alkotóház június 8-án este 19 órakor. Finom Borok társaságában irodalmi rock sanzonokat hallgathatnak és képzőművészeti alkotásokat tekinthetnek meg az érdeklődők. Az esemény szellemi atyával, Balkai László Váci alkotóművésszel beszélgetek. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Én köszönöm a meghívást, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a elsősorban a Váci nézőket, de ez a magánkoncert címen hirdetett kerti színházi előadás, ez már nagyon-nagyon régi gyökerekre nyúlik vissza. Annak idején innen nem messze a Szentendrei szigeten Surányban volt a Balkai család nyaralója, és annak idején bátyámmal, Balkai Géza színművésszel elhatároztuk, hogy majd, ha egyszer nagyok leszünk, akkor csinálunk a profik mintájára egy igazi nyári kerti színházat. Így is lőn, meg is nyílt az első irodalmi estünk, irodalmi szalonunk, kis kerti színház, amit aztán a bátyám halála után én folytattam, és majdnem 20 éven keresztül ez remekül működött Surányban, és utána átköltöztem Vácra, és a Csipkés Dűlői műteremházam kertjét elhatároztam, hogy egy évben egyszer legalább megnyitom a nagy közönség részére, és csináljunk ugyanúgy egy jó hangulatú kerti színházat. Most mikor lesz az idei kerti színház? Az idei kerti színház június 8-án. Sokan rákérdeztek, hogy hoppá, milyen dátum, hiszen másnap június 9-e van. Nem véletlen egyébként, hogy ebben a hajszában egy kis csendet, idézőjelben kampánycsendet tartsunk, és kicsit a zenére, irodalomra, és egymásra koncentráljunk, tehát június 8-án este 7-kor, szombaton várok mindenkit nagyon sok szeretettel, illetve ha ne adj Isten úgy alakulna, hogy esne, mint ahogy a nyári színházaknak ez a velejárója, akkor természetesen esőnap rákövetkező szombaton van. Én ugye itt azt mondtam a felkonferálásban, hogy kellemes borokat fogyaszthat azért. Tehát ez azt jelenti, hogy szabadon jöhetnek, mehetnek, beszélgethetnek, bejöhetnek a házba, ahol az alkotó munkám folyik. Pincétől a padlásig mindent be lehet járni. Érdekesség, hogy hogyan él manapság egy művész, mi a takarás mögötti élete, és természetesen kint a kertben. Igazából nincs is részletes műsorterv, hogy mit is fogok előadni, vagy fogunk előadni, hiszen ez egy interaktív játék a közönséggel. Tavaly is úgy történt, hogy volt, aki hagyd mondjak el egy verset, és elmondott egy verset, azáltal tovább lendítette a műsort. De lehet közben beszélgetni, eszegetni, és roppant érdekes nekem, mint ilyen bot csinált a színi direktornak kiállni este 7 óra előtt a kapuba. Végignézek az utcán, és látom, hogy a Csipkés Dűlő végén megjelenik az első ember kempingszékkel, és pokróccal a kezében, vagy egy kis borocskát, vagy egy kis almát, vagy valami gyümölcsfélét hoz a közösbe, és jönnek, megállnak a kocsik, parkolni tudnak. Uh-huh. Tehát akár éjben nyúlóan is gondolatokat cserélhetnek egymással. Igen, mert ténylegesen lemegy a hivatalos, úgymond hivatalos műsor, és utána nagyon sokáig ott szoktak maradni és beszélgetünk. Sőt, vannak későn jövők is, mint minden színháznál, és ők is bekapcsolódnak, és beszélgetünk tovább. Ez saját szerzemény volt, amit hallhattunk? Saját szerzemény, egy szerenád volt, hiszen nyár este mi másról szólhatna, mint egy kellemes szerenád, elsősorban a hölgy nézők részére. Milyen az irodalmi rock sanzon? Tulajdonképpen ez a műfaj, ezt én találtam ki magam számára, hiszen én a rock zenén nőttem föl, és nagyon sokáig műveltem is,
és ezek a vers megzenésítések, illetve saját szövegű dalok vagy feldolgozások gyakorlatilag ebből a műfajból gyökereznek, a rockzenéből. Tehát van egy kis blúzos, kis rockos beütés, kicsit keményebben szólnak. Mindegyik, mondjuk ami ezen az esten elhangzik, ez mind saját szerzemény? Erre adok is, hogy miután műterem látogatás, és elég sok oldalú, sok mindennel foglalkozó alkotó vagyok, tehát festek, zenét írok, színházba játszom, rendezek, tehát saját magam lelkét viszem a vásárra, vagy a saját magam bőrét, és természetesen ezek saját A sokszor kompozíció. Nagy bátorság kell ehhez, igaz? Saját lelkünket kitenni. Azért vagyok bátor, ezt a pszichológiából tanultam, mert azzal is foglalkoztam nagyon sokáig művészetterápiával, hogy az az igazi bátorság, mikor az ember beismeri, hogy nagyon fél ettől az estétől. Hogy részben fog-e esni, vagy nem fog-e esni, ha meg elkezd esni, akkor hogyan tovább, hogy milyen megoldást választ, és hogy jönnek-e. És hogy érdekli-e őket. Egy ember is nagyon fontos. De hát jobb lenne, hogyha minél többen lennének. Hogyha egy picit a képzőművészetről beszélünk még, aki megnézi a képzőművészeti alkotásokat, festményekkel találkozik, egy életművel, vagy az elmúlt időszak alkotásaival? Nagyon sok mindennel foglalkoztam, animációs rendezőként kezdtem, a legendás Bontott csirkét, a reklámsorozatot csináltam, Sajdik Ferenccel, a Szabó Lócival, költőfiával egyetemben, rajzos reklámokat, illusztrációkat, lemezborítókat Szörényi Levente részére, operaházi díszletet terveztem, voltam a Walt Disney-éknél háttértervező, szóval sok rétű a munkásságom, a képzőművészeti része. És ezzel párhuzamosan bontakozott ki aztán a zene, illetve folyt át az egész a bátyám révén a színjátszás felé, ami egy műfaj egyesítő. Tehát ott a zenétől kezdve az irodalomig a zene, a tánc, a képzőművészet minden egyben van. Mondjuk a képzőművészet palettája is eléggé színes, tehát mondjuk egy reklámgrafika, és egy színpadi, színházi díszlet, ami monumentális. Szóval, hogy ez egy nagyon színes, nagyon gazdag. Szegmense, igen, de azért így utólag visszagondolva, figyelve a munkáimat, hogy azért van egyfajta balkai stílus, aminek én örülök. Ezt hogyan írhatnánk le? Vannak bizonyos jelképek, amiket nagyon szeretek használni, a léghajó, a Krúdi Gyula jellegű figurák, tehát a cilinderes ember, a bicikliző, a bohóc, például hát én is egy nagy bohócnak tartom magam, aki mosolyogva sír. És ezen a performance-en egyébként mindig készül egy-egy grafika, ott rögtön. Igen. Tavaly éppen Radnótival kezdtem, hiszen Vác, itt van az állomás előtt a Radnóti Miklós emléktábla, tehát ennyiből kötődése van a városhoz, és kezdtem egy Radnóti betétel műsorral, egy ilyen haláltábor részletet rögtönöztem, amiben aztán maga a költőnk rajtam keresztül megszólal a Nem tudhatom című versével, amit ahogy elkezdtem mondani, rögtön illusztráltam is. Tehát vannak ilyen érdekes momentumai. Már most előre tudja, hogy mi lesz ez, ami ezen az estén születik meg, vagy ez majd ott születik meg? Van egy váza természetes, hiszen nem ez az egyetlen est, amit én a pályám során tartok, de kifejezetten egy ilyen kerti bemutatóra nyilván van egy elképzelésem. Sokszor úgy végigpörgetem magamban, hogy mi is lehetne. De igazából a zárókövet azt a közönség teszi rá. Ha megjelenik ott egy gyermek, vagy valaki, hiszen kortalan, korosztály nélküli előadás, egy gyermek, nyilván vele fogom kezdeni talán, vagy. Tavaly oda mentem egy kedves hölgyhöz, megfogtam a kezét, megpendítettem vele a gitárt, és eljátszottam, hogy a játszótársam mond akarsz lenni a Kosztolányi feldolgozás. Szóval ilyen folyamata van. A léghajóra szeretnék még rákérdezni, hogy ez miért? A szabadság. Szállni, lebegni. Volt egy nagyon kedves ismerősöm ifjú művész koromból, a Latinovit Zoltán, aki a bátyámat is tanította, Rutkai Éva, dolgoztunk is sokat együtt,
és neki volt az a szálló igéje, hogy a repülés boldogsága, egy művésznek a szabadság az a legfontosabb dolog. És egyben a legnagyobb kötöttség is érdekes módon. Igen. Szabadnak lenni. Igen. Tehát nem szabadosan, hanem szabadnak lenni. Uh-huh. Miből kaphatunk még ízelítőt? Amivel minden egyes műsoromat beszoktam fejezni, tulajdonképpen az árszpoétikámnak vallom a most következő sorokat. József Attila írta, de azt hiszem, hogy mindig és most különösen aktuális. Úgyhogy ezzel búcsúzom egy időre a kedves nézőktől, és viszontlátásra június 8-án. Köszönjük szépen! Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ó, valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni mindent, ami antik, ócska, csorbát, töröttet, ami új megép, gyermekjátékot, a boldog fogócska, rászórni szórva mindent, ami szép. Dalolna forró láng az égig róla, s kezén fogná mindenki földiét. Dalolna forró láng az égig róla, s kezén fogná mindenki földiét. Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, hisz zúzmarás a város, a berek. Fagyott kamrák kilincsét fölszaggatni, s rakni adjon sok-sok meleget. Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, hogy felengednének az emberek. Azt a tüzet, ó,